Jó napot kívánok, sziasztok! Ez a regény az Árva folytatása, de annak ismerete nélkül is tökéletesen érthető és élvezhető. Viszont aki olvasta az előző kötetet, az már részletes ismeretekkel rendelkezik a Trezorról, a Los Angeles-i felhőkarcolóban észrevétlenül erőddé alakított lakásról és a lakókról. Even Smoke, a sehol ember, aki gyerekkorában vontak be az Árva programba, és az évek során halálos fegyverét gyúrták a testét és az elméjét, továbbra is segít a következő ügyfelén, azonban most új körülményekkel kell szembesülnie. Ugyanis vadászból préda lesz, foggyulejtik, és minden lépését megfigyelik. A fogvatartóknak a túlzott elbizakodottság okozhatja a vesztét, mivel Even csak látszólag került kiszolgáltatott helyzetbe, mert minden megtorlásra válaszlépéssel tud reagálni. Ez mondjuk igaz a rossz fiúkra is. A kérdés csupán annyi, hogy ki hibázik először. Even mindent gondosan megtervez, megfigyeli a környezetét, tárgyilagos, ért a számítógépekhez és hálózatokhoz, a megtévesztéshez, kivételesen alkalmazkodik, higgadt, jószívű, becsületes, elővigyázatos. A történet veszettül akciódús, izgalmas és feszült, vannak ugyan hosszabb terjedelmű leírások, de nem unalmasak, nem semmit mondóak. Különösen tetszett az a megoldás, hogy a várva várt akciójeleneteket nem írta le a szerző, hanem később, csak a leglényegesebb részleteket említette meg visszaemlékezés formájában. Ebben a kötetben is helyet kaptak múltbeli események, visszaemlékezések, melyek a Jackhez fűződő kapcsolatáról és a kiképzésének további részleteiről szólnak. Ezek nem fordulnak elő olyan sokszor, mint az Árvában, és szerencsére nem is ismétlések. A fogvatartók főnöke, az emberrablás szellemi atya nagyon körültekintő, aprólékos, nem hagy nyomokat, és számomra meglehetősen pszichopatának tűnik. A megoldás, amivel karbantartja a testét, itt nem az edzésre kell gondolni, az nagyon aljas és beteges, sőt, futurisztikusan sci-fibe illő. A történet legalább akkora cliffhangerrel ér véget, mint az előző kötet, szóval ez is folytatásért kiállt. Ha az embernek több fejezet elolvasására van kedve, de leginkább ideje, akkor hamar el lehet olvasni a regényt. Akinek tetszett az Árva, az mindenképpen szakítson időt erre is, én pedig kíváncsian várom a folytatást. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!